Természetfotózásról beszélgetünk, hogyha ellátogattatok a Panopresso Facebook oldalára, akkor ez már kiderülhetett számotokra, hiszen ott mellékeltünk is néhány fotót, amelyek egyébként Szekeres Levente nevéhez fűződnek. Természetfotósról van szó, aki ellátogatott hozzánk ide a stúdióba, és hát szervusz Levente, köszöntelek itt nálunk. Szia, szia. Jön a kérdés, az alapvető kérdés, mióta foglalkozott természetfotózással, mert annyira kiforrottak már az alkotásait, hogy olyan érzésünk van, mintha nagyon régóta tennéd ezt, holott hát nagyon fiatal is vagy emellett. Örülök, hogyha ezt tükrözik az emberek számára. Én mint laikus mondom ezt nyilvánvalóan, de nem tartom kizártnak, hogy hát nyilván professzionálisabb körökben is azért elismerik a te alkotásaidat most már. Hát igen. Szerintem olyan 9-10 éves láttam, amikor az első tükörreflexes fényképezőgépet a kezembe kaptam, de akkor még nem teljesen ez volt az irány, mint most, tehát nem a természetfotózás, maga inkább a fényképezőgép varázsa keltette föl a figyelmemet, és akkor otthon a ház körül elkezdtem fotózni a tyúkokat, mit tudom én, a kis... De mindjárt az állatokat, tehát hogy valami... Mindjárt az állatokat, persze, az úgy adta magát. Igen. Hát alapvetően olyan helyen laktunk a szüleimmel, hogy erdő mellett, tehát szomszédok nem voltak, ezért mondjuk az emberek fotózása az nem igazán jöhet egy szóba. Mondjuk ez igaz. Akkor eddig az állítás sem ugye a dalból, hogy erdőben lett nem jól lakni. Bocsász, nem hagyhattam ki. De bocsáss meg, nem folytam beléd a szót, tehát 8-9 éves korban indult. Igen. Hát és akkor nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy édesapám az természetvédelmi őrként dolgozott, és az ő révén csomót voltam kint a terepen, erdőben, mindenfelé, és akkor eleve olyan dolgokat láttunk, amik nem mindennapi dolgok voltak, meg ezek szerintem úgy kicsit akkor kezdődött el egyébként ez a tükörreflexes világa a fényképezőgépnek, a fényképezésnek, és olyan dolgokat lehetett megörökíteni, amit előtte nem láttak az emberek. Ugyanezek minden nap lejátszódnak az erdőbe, kint a természetbe, de nem voltak láthatóak addig szerintem annyira az emberek számára. Csak a gyengébe kedvéért tükörreflexes fényképezőgép az milyen kategória? Mit jelent egészen pontosan, hogyha mondjuk szeretnék így elmagyarázni egyszerűen? Hát a tükörreflexes fényképezőgép, tehát régen voltak ugye az analóg gépek, ezután jött a váltás a tükörreflexes digitális gépekre. Most nem mennék bele abba, hogy mi a működési elv. Általában ezek a professzionális gépek, a tükörreflexesek. Most már van ettől egy sokkal újabb kategória, a MIRC-ek. Ezek már még profibbak, meg modernebb technológiával dolgoznak, de ezek általában a profi kategóriás gépek. Miben más a természetfotózás, mint mondjuk bármi másnak a fotózása? Nyilván rengeteg fajta kategória van ezen a műfajon belül, tehát bármit lehet fotózni, és bármit lehet jól fotózni. A természetfotózásnak esetleg mik a nehézségei? Hát szerintem a természetfotózásnak az a nehézsége, hogy nagyon nehéz beállítani, megrendelni a dolgokat. Tehát nyilván én soha nem tudnák stúdióba fotózni, nem tudnám úgy tökéletesen beállítani a fényeket, a modellt, a mindent, ahogy kell, mert nem ehhez szoktam a természetben. A természetben ehhez általában ahhoz alkalmazkodik az ember, ami ott van kint, tehát és próbálja feltalálni magát, és abból kihozni a legjobbat azokból a dolgokból, ami ott van, mert nagyon-nagyon ritka az, hogy úgy összejönnek a dolgok a természetben, és akkor mondjuk egy olyan stúdió minőségű fotót lehet készíteni, ahol az alany is tökéletesen be van állítva. Igen. Egy madár, tökéletes a fény, és ráadásul valami extra időjárási viszony is van, mondjuk esik az eső, vagy a hó. Mint számításba kell venni. Persze. Nyilván nem kevés türelem kell hozzá. Volt esetleg olyan extrémebb szituáció, amikor mondjuk annak érdekében, hogy elkészíts egy jó fotót, ami számodra is, az elvárásaidnak is megfelelt, azért mondjuk egy kicsit többet kellett várakoznod. Hát igen, ez alapvetően nagyon érdekes téma. Hát volt olyan, hogy eljött egy külföldi fotós hozzám fotózni, és akkor beült az egyik lesembe, ahonnan én fotóztam a madrakat, és akkor lefotózott egy rózsás seregét, ami számomra egy nagyon különleges faj. Mindig is vonzottak egyébként az ilyen különlegesebb fajoknak a fotózása, és a fickó lefotózta, és ráadásul mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy mi ez, valamilyen rózsaszínes seregét itt lefotózott, de nem tudja, hogy mi ez. És én akkor megláttam, akkor fogtam a fejem, na és akkor egy 4-5 napra beköltöztem a lesbe, de hát természetesen már nem jött vissza a rózsás seregé, úgyhogy. És van-e konkrétan ilyen előfordulási helye, vagy olyan területek, ahol mondjuk gyakrabban fordulnak elő nem csak ezek a fajok, hanem akár más fajok is, ami picit termékenyebb ilyen szempontból, és mondjuk könnyebb dolgoznod neked is? Hát ezt általában azt szoktuk használni mi természetfotósok, hogyha tudjuk, hogy a természetben valamiből mondjuk hiány van, akkor azt próbáljuk meg pótolni, és azzal csaljuk oda a témát. Tehát mondjuk, hogyha elmegyünk egy száraz homokos pusztára, akkor oda, hogyha építünk egy itatót,
a madaraknak, meg az állatoknak, akkor az biztos, hogy közkedvelt. Ja, hogy vannak ilyen kis fortélyok. Persze, persze. Aha. Hát ez nyilván ebbe szerintem az a jó, hogy mivel egyre több a természetfotós, és motiváltak ilyen téren, hogy jó fotókat készítsenek, ez egyébként nagy segítség sokszor a természetvédelem számára is. Megnézzük az idei évet, olyan szárazság van, hogy a madarak a homokpusztában nagyon nehezen tudnak ugyanúgy a vadak is vízhez jutni, és akkor egy ilyen kis itató az annyira közkedvelt lehet ott, hogy ott nagyon jó, szuper fotókat lehet készíteni. Mennyire kell elszálltnak lenni ahhoz, hogyha mondjuk például olyan időjárási viszonyok mellett kell kint tartózkodod akár hosszabb ideig, hogy mondjuk hogy tényleg elkészüljön az a bizonyos fotó. Azért is kérdezem, mert itt a fotóid között, azok között is, amiket ugye mi is posztoltunk a Panopresso Facebook oldalára, ott téli képek is vannak, például sakáról, hogyha jól tudom, vagy jól ismertem fel ezt így a fajt, van, ez az, ugye? Van, jó, van, így okay. Van. Hát régen... fokban várakozol te olyankor ilyen. Igen, hát régen mondhatni sokkal álszántabb voltam, mert akkor fűtés minden nélkül, tehát volt olyan, hogy ilyen kis deszkából összetákolt lesbe, kint ültem egész nap, akár a mínusz 20-ba is, havazásba minden, és akkor úgy volt, hogy néztem a fényképezőgépbe, időnként oldalról egy kis havas fuvallat becsapott, akkor egy kicsit megtörölgettem magam, betakaróztam még egy takaróval esetleg. Hát ma már ezt nem csinálnám, mert nyilván ez egészségügyileg se... Hosszú távon ez biztos, hogy visszajutni. Ja, tehát most már én is próbálom úgy kialakítani a leseket, hogy azok minél komfortosabbak legyenek, és minél több időt úgy el lehessen tölteni benne, hogy az embernek igazából ne legyen semmibe hiánya, vagy ne fagyjon halára, vagy ne legyen nagyon melege, mert rájöttem, hogy így sokkal jobban lehet a fotózásra koncentrálni. Világos. Tehát nyilván ez is egy nagyon érdekes része, ez a kihívás, egy kicsit legyen benne egy kis kaland, de egy idő után, hogyha az ember a jó fotókra szeretne koncentrálni, akkor ezeket egy kicsit háttérbe kell szorítani a nagy kalandvágyat. Több fotó is készül ilyenkor nyilvánvalóan ugye kiszemelt alanyról, hogy így fogalmazzak. Hány fotó úgy átlagban, tehát hány fotót kell előni ahhoz, hogy mondjuk egy nagyon-nagyon megfelelő fotót megtalálj, tehát meddig kell így próbálkozni? Hát ez a megfelelő, meg nagyon jó fotót elkészíteni, ez a szinte lehetetlen kategória. Csak azért kérdezem, mert a laikusok lehet, hogy azt gondolják, hogy egy tökéletes pillanat van, amikor megnyomod a gombot, és akkor az úgy sikerült. Tehát nyilvánvalóan azért nem így működik a gyakorlatban. Hát általában a természetfotósok azok gyorsabb fényképezőgépeket használnak, amik másodpercenként mondjuk legalább ilyen 7-8, de olykor 20 képet is készítenek másodpercenként. Hát van olyan én is, hogy egész nap kint ülök, és összesen 3-4 képkockát készítek, és ez teljesen rossz, és van, hogy készítek 1000 képkockát, és abban van több jó. De ezt a tökéletes pillanatot elkapni, ezért mondom, ez a lehetetlen kategória, mert mikor kint van az ember a természetben, akkor ott olyan dolgok történnek, meg olyan sebességgel általában, tehát hogyha mondjuk most bejön két sakál, és azok összeverekeznek, az pár másodpercig tart, és mondjuk lehet, hogy ez a történés egész napra, de nagyon nehéz olyan pillanatot kiragadni ebből az egészből, ami úgy visszaadja azt az élményt, ami kint volt a természetbe, és ezért szerintem nagyon nehéz jó természetfotót készíteni, mert a természetfotós mindig arra gondol vissza, amit kint látott a terepen, és az általában mindig sokkal jobb, mint aztán, amit a kép mutat. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Folytatjuk a beszélgetést itt a Pannon Presszóban Szekeres Levente természetfotóssal, akivel már ugye jó néhány témát érintettünk ezzel az egésszel kapcsolatban. Továbbra is megtekinthetitek néhány alkotását Leventének egyébként a Pannon Presszó Facebook oldalán, a legfrissebb posztunkban, de emellett egyébként Levente Facebook oldalát is felkereshetitek, ahol további csodálatos természetfotókat lehet megtekinteni. És hát természetesen mi is erről a témáról beszélgetünk. Hogyan tanultad ki a szakmát? Egy picit visszamennék ugye megint csak erre a kategóriára, és azért érdekel ez a téma, mert érdekes lehet az, hogy a természetfotózásban is lehet valamiből táplálkozni, valakinek a képeiből valami szerint megindulni ezen az úton, valakinek ugye stílusába egy picikét lopni, vagy összeszedegetni információkat, és azt ugye utána beépíteni a saját művészetedbe. Tehát itt is létezik ez a műfaj. Persze. Hát szerintem így lehet egyébként előre haladni. Tehát az ember mindig előre kell, hogy nézzen. Én is emlékszek, hogy gyerekkoromban mindig magyarországi Máté Bencének a képeit lapozgattam, meg emlékszem, amikor megkaptam az első könyvet tőle, és akkor ott megláttam, hogy te jó Isten, milyen lesekből fotózza ezeket a madarakat. Akkor jöttek nekem is így az első ötletek, hogy hú, hát én is fölállíthatnák egy lest ide vagy oda vagy amoda, és hogy ezek milyen tök jó dolgok. Meg hát igazából Máté Bence hozott egy nagyon nagy újítást a természetfotózásba, ez pedig a detektív üveg,
ami azt jelenti, hogy az üvegnek az egyik oldala tükröz, a másik oldala pedig áttetsző. Tehát, hogyha ezt fölrakjuk egy lesre, akkor a madarak, az állatok kívülről csak a saját képüket látják ebben a tükörben, mi viszont a másik oldalról tudjuk őket úgy fotózni, hogy ők nem ez olyan, mint minket. A vallatószoba. Ez pont olyan. A hivatalosabb szerveknél. Igen, igen. Meg hát ez... De milyen jó jön ugye, ebben a műfajban is. Hát meg mi természetfotósok erre mindig azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor tehát fordítva van, tehát nem mint mikor elmegy az ember az állatkertbe, és akkor a madarak vannak meg az állatok bezárva, hanem ők vannak szabadon, saját környezetükbe, és mi bezárva oda, és akkor várjuk, hogy történjen valami. Nem zavarja össze az állatokat egyébként? Nem, hát egyébként ezt... Nem ijednek meg önmaguktól? Tehát van így... ilyen le nem írott etikai szabályzat erre. Általában egy ilyen lesnek a használata, az meg tehát szükséges az, hogy az ember az hajnalban, még sötétbe bevonuljon ebbe a lesbe, és nyilván ez a félősebb, érzékenyebb fajok szempontjából fontos, és csak este jöjjön ki. Tehát, hogy egész napot ott töltse bent a lesbe, és csak akkor menjen be a lesbe, és jöjjön ki, amikor azok a madarak már nem aktívak, vagy állatok, azért, hogy semmiben ne zavarja őket. Tehát ők úgy éljék a mindennapjaikat, mint egyébként, és tudomás se vegyenek arról, hogy az ember az ott figyeli őket. Nagyon sok mindent fotóztál már a természetben. Kialakult esetleg az, hogy mi az, ami a legjobban fekszik neked? Mi az a téma, ami a legjobban foglalkoztat, és időről időre mindig visszatérsz hozzá? Hát nyilván a madarak nekem. Én gyerekkorom óta foglalkozok a madarakkal, ezt is édesapám révén, mivel ő is madarász, és gyerekkorom óta madarásztáborokba járattak, madarak így, madarak úgy, és ezek a madarak mindig közel álltak a szívemhez. A madarak végül is mindenhol ott vannak, ez egy nagyon jó téma, ha belegondolunk a levegőbe, a vízen, a szárazföldön, a madarakat mindenhol megtaláljuk, úgyhogy de egyben nehéz téma is szerintem a madarak. Általában abban tud szerintem az ember a legeredményesebb lenni a természetfotózásban, amit a legjobban ismer. Úgy érzem, nekem ez az erősségem, hogy elég jól ismerem a madarak szokásait, melyik faj mit igényel, mire van szüksége, azzal, hogy oda tudjuk csalni akár egy les elé, úgyhogy ez az, ami az én erősségem. Mert hogy ezzel is tisztában kell lenni egy természetfotósnak, hogyha mondjuk jó fotókat szeretne készíteni. Te ez mellett egyébként természetvédelmi őrként is működsz most már. Ez összekapcsolható a természet fotózással? Tehát ki tudod így használni az időt, hogy egyébként is, hogyha már a természetben tartózkodsz, és mondjuk éppen az időd is engedi, akkor mondjuk így. Tehát csak ott vagy helyben, ugye? Persze, tehát, hogyha persze. Adódik egy szituáció, de... vagy olyan helyzet, akkor miért ne készíteni? Igen, de ez újra egy ilyen ritka kategória, meg ez tévhit, hogyha azt hiszi valaki, hogy fényképezőgéppel ki lehet menni az erdőbe, és elkattingatni egy-két jó fotót, ami tényleg jó fotó lesz, megesik az ilyen, nem mondom, hogy nem, de ez nagyon ritka. Tehát általában vagy távol vannak azok a jelenetek, vagy rossz fényviszonyok. Tehát, hogyha nem célzottan megy ki az ember fotózni, nagyon nehéz. Ez a türelemjáték kedvelő térbe. Mikor dolgozok természetvédelmi őrként, hordok magammal persze mindig fényképezőgépet, de azok általában inkább dokumentumfotók, tehát azokból nem fognak jó fotók születni általában. Hogyha valaki érdeklődik a téma iránt, akkor azoknak mit tudsz javasolni? Hogyan lehet elindulni ezen az úton? Hogyan kezdjen hozzá valaki? Milyen felszereléssel, akármilyen csak úgy hozzávetőlegesen milyen anyagi ráfordítást igényel az, hogy mondjuk akár ilyen minimális szinten is, de mondjuk már el tudjon készíteni adott esetben, ha van elég türelme hozzá, egy jó fotót. Hát én, hogyha most nagyon visszagondolnák az elejére, én valószínűleg a pénzt, amit annó felszerelésbe fordítottam, azt mondjuk most lehet, hogy egy les megépítésébe fordítanám. Aha. És gyengébb felszereléssel is egy lesből tud jobb fotókat készíteni, mert olyan közelségbe tudja. Általában itt a távolság az, ami nagy korlát, mivel nagy lencsék, több száz milliméteres lencsék, azok nagyon drágák, és de viszont általában nagyon a természetben nehéz közel kerülni az állatokhoz, a madarakhoz. Uh-huh. Egy les megépítésével viszont akár pár méterre is oda tudjuk a les elé őket csolni, és akár egyszerűbb, olcsóbb felszereléssel is lehet jó fotókat készíteni. Azon kívül, hogy a Facebookon láthatjuk az alkotásaidat, illetve a fotóidat, esetleg lesz-e még másfajta megmutatkozásod is így a nyilvánosság előtt, hogy vannak esetleg ilyen jellegű újdonságok, tervek, mondjuk így veled kapcsolatban? Hát most az elkövetkező időben, most volt egy pár kiállításom, de most
most egy kis szünetet tartok, igazából nem saját döntésből, hanem nagyon keveset sikerült fotóznom az utóbbi időben, most a munkának, egyetemnek, mindennek köszönhetően, és úgy érzem, hogy most nincs egy olyan anyagom, ami megállná a helyét mondjuk egy kiállításon, de viszont az elismerésért, hogy felkértek, hogy legyek a zsűri tagja az év Magyarországi év madárfotósán, ami nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen. Ami nagy megtiszteltetés számomra, mert ez az első alkalom, úgyhogy az asztalnak a másik oldalán fogok ülni, és akkor... Az első alkalomban? Igen, ez az első alkalom. Hát nyilván ez nagy felelősség is, ezt a saját példámból is tudom, mivel sokszor vannak olyan dolgok, amit más nem tudhat, hogy milyen nehéz elkészíteni mondjuk egy fotót, és akkor nyilván, hogyha ezt egy pályázaton mondjuk alulértékelik, az általában rosszul érinti a fotóst. Tehát ez úgy felelősség is, de hát ezt tehát úgy kell pályázni, hogy ennek tudatában kell lenni, mert ez egy nagyon szubjektív kategória. Meg annak is a tudatában kell lenni, hogy fontos, hogy legyenek ilyen rendezvények, meg ilyen pályázatok és ilyen versenyek, és ezekre érdemes odafigyelni egyébként, mert valóban nagyon szép alkotások szoktak születni, és hát nyilvánvalóan ezt az ideit is, illetve hát ezen, amit te is részt veszel, mint zsűritag ezúttal már figyelemmel kísérni, úgyhogy hát aki tehet és aki érdeklődik a téma iránt, az mindenképpen tegye meg. Szekeres Leventével természetfotóssal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt láttam.